Az elmúlt közel két évben számos lejárt műszakival rendelkező autóval találkozhattunk az utakon, melyek tulajdonosait a megszokottal ellentétben nem büntethették meg ezért a rendőrök. 2020-ban a Magyar Országgyűlés úgy döntött, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzet ideje alatt lejáró okmányokat nem kell meghosszabbítani a rendkívüli időszak alatt. Ebben a bátaszégi autószervizben közel 100 autót vizsgálnak át havonta. Mattenheim Roland úgy nyilatkozott, volt egy kis megtorpanás az intézkedés hatására az ő műhelyükben is, de a legtöbben nem éltek ezzel az opcióval. Mi folyamatosan kiértesítjük az ügyfeleinket erről a lejárt okmányokról, és ők is hallottak erről, a lehetőségről, de nagyon sokan nem éltek vele. Úgy veszük észre, hogy körülbelül egy 10%-kal kevesebb a vizsgáztatott darabszám. 2021. decemberében azonban újabb intézkedés és határidő jelent meg ezzel kapcsolatban a magyar közlönyben. Eszerint nem a veszélyhelyzet utáni 60 napban kell majd levizsgáztatni a gépjárműveket, hanem legkésőbb 2022. június 30-áig kell megújítani az időközben lejárt iratokat. Sok esetben találunk ugye hiányosságokat, ezeket az ügyfelek megjavítatják, ugye, és most ezek az átvizsgálások elmaradtak, ezáltal ugye ez egy biztos, hogy egy baleseti kockázatot jelenthet a közúton. A tamási vizsgaállomás vezetője elmondta, náluk közel 20%-kal csökkent a vizsgára jelentkezők száma. A nem biztonságos közlekedés mellett más hátulütője is van annak, ha nem rendelkezik az autó érvényes műszaki vizsgával. A biztosító ebben az esetben nem fog fizetni, hogyha kárt okoz. És azért most egy 22.500 forintos vizsgadíj mellett megspórol, de neki megy egy másik autónak, akkor viszont 100 000-eket kell neki fizetni, mert a biztosító ő rajta fogja végrehajtani. Országosan közel 1 millió jármű érintett ebben a kérdésben. Az autószerelők és a vizsgáztatók arra kérik a tulajdonosokat, hogy minél előbb foglaljanak időpontot, nehogy kicsúszanak a júniusi határidőből.